Kedves nézőink, Önök az Erdély Magyar Televízió újszerű műsorral jelentkezik. Ezelőtt 30-valahány esztendővel a rendszerváltás után az egyik fontos célkitűzésünk volt, hogy legyen önálló magyar televíziónk itt Erdélyben. Akkor még magyarországi csatornákat egyáltalán nem lehetett nézni, más sem nagyon, tehát ilyen szempontból is hiánypótló lett volna a televízió. De hát közben ma már az erdélyi magyar néző Erdély bármely sarkában láthatja mindazt, amit Magyarországról kínálnak, láthat román televíziós csatornákat, vagy akár más nyelven is televíziózhat. Valaki megkérdezhetné, hogy akkor miben más az Erdély TV ma? Miért van erre nagyon nagy szükség? És nekem a válaszom az nagyon egyszerű. Azért, mert az Erdély TV a miénk. És itt nem a tulajdon kérdésről van szó, hogy ez erdélyi intézmény, hanem arról, hogy erdélyi szakemberek, erdélyi újságírók, erdélyi értelmiségiek mondanak ebben a televízióban véleményt Erdélyről, mutatják föl Erdély képét, Erdély kultúráját, elsősorban az erdélyieknek, de nem csak nekik természetesen, hiszen lassan-lassan akár máshol is hozzá lehet férni ezekhez a műsorokhoz. Én azt hiszem, hogy ez kiemelkedően fontos, hogy mi magunk mondjunk véleményt arról, ami itt történik, mi mutassuk föl azt, hogy hogyan látjuk Erdélyt. És ebben a 15 esztendőben bebizonyosodott, hogy az Erdély TV-nek sikerült teljesítenie ezt a feladatát, és sikerült bebizonyítania, hogy nagy szükség van rá. Ehhez a teljesítményhez gratulálok, örülök, hogy magam is részese lehettem az alapításnak, a televízió létrehozatalának, és kívánok a szerkesztőségnek jó televíziókészítést, és kívánok a nézőknek sok-sok évtizednyi, minél tartalmasabb tévénézést.